Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem, és ebben részben Dracula gróf hihetetlenül izgalmas történetét mutatjuk be nektek. Dracula gróf, vagyis harmadik Vlad Tepes, 1431. november 8-án született Segesváron. A Dracul melléknevet, amiből a későbbi Dracula elnevezés származik, akkor kapta, amikor belépett a luxemburgi Zsigmond magyar király által alapított sárkányos lovagrendbe. A Dracul szó sárkányt, a mai román nyelvben pedig ördögöt jelent. 1436-ban édesapja, II. Vlad, Havasalföld ura lesz, és három fiával, Mirceával, Vladdal és Raduval Targovistjébe költöztek. 1442-re akkora lesz az oszmán nyomás a havasalföldi uralkodón, hogy két fiatalabb fiát, Vladot és Radut, II. Muradnak adja, hogy magával vigye őket túszként. Erre azért volt szükség, hogy a törökök ne támadják meg havasalföldet. Az egyesség, vagyis a fiatalabb fiúk túszulejtése megszokott volt akkoriban, a törökök ezzel érték el, hogy az adott terület hű maradjon az oszmán birodalomhoz. Vlad török udvarban töltött fiatalkora a későbbiekben meghatározó lesz. A fogságban töltött évek alatt a testvérpár betekintést nyert a filozófia, a művészetek és a tudományok világába, de a kardforgatás és a katonai stratégia csínyát-bínyát is elsajátították. Azonban, ameddig Radu belenyugodott helyzetébe és barátságot kötött a későbbi II. Mehmed szultánnal, addig Vlad kifejezetten rosszul viselte a fogságot. Engedetlen és vad természete miatt sokszor kegyetlenül meg is büntették. A fogságból csak akkor szabadulhatott, mikor édesapja és bátyja merénylet áldozatai lettek. Törököktől kölcsön kapott sereggel másodszori nekifutásra sikerült apja gyilkosán, II. Vladislavon bosszút állnia. Így 1456. augusztus 20-án elfoglalta Havasalföld trónját. Uralkodását rögtön azzal kezdte, hogy leszámolt apja megmaradt gyilkosaival. Az idősebbeket karóba húzatta, a többieket pedig arra kényszerítette, hogy szünet nélkül meneteljenek egy 100 kilométerrel távolabb lévő elhagyott helyőrséghez, hogy annak helyén erődítményt építsenek számára. Ezt az akciót kevesen élték túl, de Vlad elérte célját. Nem maradt ellensége, és felépült a törcsvári kastély, amit ma Dracula kastélyaként ismer a világ. Vlad uralkodása hasonlóképpen folytatódott, még a legkisebb vétségért, például lopásért vagy munkakerülésért is komoly büntetésre számíthatott az elkövető. A korabeli források beszámolnak arról, hogy nem volt ritka az élve megégetés, a csonkítás, lefejezés, élve megfőzés, de Vlad legkedveltebb módszere mégiscsak a karóba húzás volt. Innen kapta a nevét is. A tepes szó karóba húzót jelent. Ezen a becenéven már életében hírhetté vált, nem csak a török, hanem a magyar udvarban is. Azt, hogy mennyire tartottak az uralkodótól, jól mutatja az a történet, miszerint Vlad egy aranyból készült kelyhet helyezett ki a Targovistjai főtéren. Ezt a kelyhet szabadon használhatta minden szomjas utazó, azonban ellopni nem volt szabad. Az alattvalók inkább hozzá sem mertek érni a kehelyhez. Harmadik Vlad nem szerette sem a koldulást, sem a munkakerülést, ezért egy alkalommal állítólag összegyűjtötte a város naplopóit és koldusait, akiknek nagy lakomát rendezett. A lakoma közepén megkérdezte, hogy szeretnék-e, ha mindörökre megszabadulhatnának szegénységüktől. A válasz egyértelműen igen volt. Erre Vlad katonáival bereteszeltette az ajtókat és az ablakokat, és a lakomázókra gyújtatta a termet. Vlad 6 éves uralkodása alatt felújította a Targovistjai várat,
valamint pár kulcsfontosságú erődöt is megerősített. Adakozott néhány kolostornak és templomnak is, köztük a Snagovtó mellettinek, ami azért jelentős, mert állítólag itt nyugszik a véreskező fejedelem. Uralkodás alatt mindvégig mellőzte az idős nemeseket és a gazdag földbirtokosokat, vagyis a bojárokat. Minden pozícióra, még a legkisebbekre is, inkább lovagrendieket vagy szabad parasztokat helyezett. Ezt a döntését az is indokolja, hogy édesapját az idősebb bojárok egy csapata gyilkolta meg. Felszámolta a szász városok kereskedelmi előjogait, és saját kereskedelmi törvényeivel védte az ország gazdaságát. A szász előkelőknek ez természetesen nem tetszett, így legtöbbjükre Vlad kedvenc büntetése várt, karóba húzták őket. 1462-ben átkelt a Dunán, ahol támadást intézett a törökök ellen. 38 ezer török katona maradt a csatatéren. Ebben az évben megtagadta a törököknek fizetendő adót, mégpedig úgy, hogy a hozzáküldött török követett turbányát azok fejéhez szögezte, mivel azok nem voltak hajlandóak levenni előtte. Második Mehmed erre égtelen haragra gerjedt, és maga indult Vlad ellen háromszoros túlerővel. Célja most már az volt, hogy Havasalföldet végleg beolvassza a birodalmába. Vlad azonban tudott a túlerőről, ezért csapataival fokozatosan hátrálni kezdett. Az útjukba kerülő falvakat felégették, a termést elpusztították, a kutakat megmérgezték. Egy alkalommal török katonai egyenruhába öltöztette katonáit, és az éjszaka leple alatt megtámadta a táborozó török alakulatokat. A törökök annyira megzavarodtak ettől, hogy a csata reggelig elhúzódott, mivel nem tudták, ki van velük és ki ellenük. A szultán egészen a fővárosig jutott, ahol viszont elrettentő látvány fogadta. Meglátta tepes erdejét, ami nem volt más, mint 20 000 török katona karóba húzott, rothadó teteme. A látvány annyira sokkolta a szultánt és seregeit, hogy elismerve vereségüket, visszavonultak. Bár a szultán és serege visszavonult, a harcot nem adta fel. Szabadon engedte Vlad testvérét, Radut, akinek odaajándékozta Havasalföldet, feltéve, ha legyőzi testvérét. Az elégedetlen bojárok pedig, megelégelve Vlad uralmát, Radu mellé álltak. Az így hatalmasra duzzadt sereg elől Vlad csak egy titkos hegyi átjárón keresztül tudott elmenekülni. Hunyadi Mátyáshoz folyamodik segítségért, azonban itt nagyot hibázott. Az erdélyi szászok korábban elszenvedett sérelmeikért megvádolták, hogy lepaktált a törökkel, testvére Radu pedig megállapodást kötött Mátyással, miszerint ő lesz Havasalföld uralkodója. Így Vlad 4 teljes éven át élvezhette a visegrádi börtön vendégszeretetét, miután Mátyás király büntetését házi őrizetre enyhítette. Egyes források szerint Mátyás hamarosan feleségül adja hozzá unokahúgát, és újra Havasalföld urává teszi. Azonban Vlad sohasem ér haza, mivel útközben merénylet áldozata lesz. Más vélemények szerint egy a törökök elleni ütközetben esik el. A források azonban egyben megegyeznek. Vlad fejét mézben tartósítva küldték el Isztambulba, ahol azt Mehmed szultán ünnepélyes keretek között karóra tűzte és közszemlére tette. Harmadik Vlad havasalföldi uralkodó alakja ihlette meg Bram Stoker írszármazású írót, aki róla mintázta meg az azóta világhírnevet szerző Dracula gróf alakját. Az 1897-ben megjelent regény azóta sok feldolgozást megért. A kegyetlen és vérszomjas gróf legjelentősebb megformálója a magyar származású Lugosi Béla volt. Az általa saját kezűleg készített Dracula smink, valamint a jellegzetes kosztüm
a későbbi Dracula megformálások alapjává vált. A folyamatosan megújulni képes vámpírkultusz pedig halála után is biztosítja Havasalföld kegyetlen uralkodójának, Vlad Tepesnek a halhatatlan hírnevet. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és ha szeretnél még további izgalmas történeteket látni, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Kommentben pedig írd meg, melyik volt a kedvenc részed a videóból, és mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Sziasztok!